Köszöntöm a Vásárhelyi Televízió nézőit, Önök időben című műsorunkat látják, vendégünk Márki-Zay Péter polgármester, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Polgármester úr, az egész város tele van azzal a hírrel, hogy bezártak 18 játszóteret Hódmezővásárhelyen. Kizárta be, vagy kizáratta be? És hát miért? Sajnos kötelezettséget kaptunk, a kormányhivatal sürgette ennek az azonnali bezárását. Egyébként egy Európai Uniós szabvány szerinti felülvizsgálat volt. A meglepetés ebben két dolog volt, azt gondolom számunkra. Az egyik az, hogy a régóta fönnálló játszótereknél olyan, mondhatnám, hogy nevetséges semmiségekért, mint mondjuk egy játszótérnek, egy rugós játéknak a pedálja milyen hosszú lehet. Emiatt azonnal az egész játszóteret be kellett zárni. Nem csak azt az egy eszközt kellett eltávolítani, vagy éppen körbe keríteni, hanem az egész játszóteret kellett bezárni, tehát ez önmagában felháborítónak tűnik számomra, és meglepetés volt a kollégáim számára is, tehát mondjuk úgy, hogy ezekért a hibá... Korábban számos alkalommal minősítettük ezeket a játszótereket, ugye 4 évenként kellett eddig minősíteni, most már 3 évenként, ennek a játszótereink felének most volt a felülvizsgálata, ugye a 42 játszótérből körülbelül a felének most járt le a minősítése, és vizsgáltattuk felül, és rendkívül szigorú eredményt hozott ez, nem csak az azonnali bezárás miatt, hanem ahogy mondom, olyan problémák jelent, amit enyhén szólva sem lehet életveszélyesnek minősíteni. Azok a művész játszóterek, amit szintén nagyon sokan sajnálnak jogosan, ugye ezek a faragott játszóterek, akár a János Vitéz játszótérre tessék gondolni, Európa Park, vagy éppen Mártéon, a faragott játszóterekre. Ugye nyilvánvaló ezek között is volt olyan, ami szerintünk mondjuk leesés védelem, vagy ilyesmi hiánya az homok talaj mellett szerintünk túl szigorú értelmezése az előírásoknak. De van olyan is, ahol viszont természetesen én is egyetértek. Ezeket annak idején, amikor építették ezeket a játszótereket, 10-20 éve akár, vagy 30 éve is adott esetben, akkor valóban kevésbé szigorú szabályok voltak, és ha bizony egy gyermeknek a feje beszorulhat valahova, hát azért senki nem szeretné vállalni a felelősséget, tehát ebből a szempontból persze egy ilyen esetben már érthető, hogy miért kell esetleg azonnal bezáratni, vagy éppenséggel eltávolítatni. Túl szigorú, teljesen váratlanul ért bennünket, hiszen eddig arról volt szó, hogy ezek a játszóterek fönnmaradhatnak, lenne lehetőség szerintünk egyedi elbírálás alapján, és ehhez képest viszont azonnali teljes bezárás rendeltek el. Mi ugye a szabványos beszerzési eljárás lefolytatása idejére kénytelenek vagyunk zárva tartani. A legtöbb esetben egy-egy játék kijavításával a játszótér újra használható lesz, és sajnos éppen a fajátszóterek meg néhány játék esetében elbontásra ítélték, tehát azokat majd nekünk pótolni kell, közbeszerzést fogunk lefolytatni, és azután lehet, ami minimum 3 hónap, és csak azután lesz majd pótolva az a néhány játék. De most jelen pillanatban az elbontással és javítással a játszótereket visszaadhatjuk a gyerekeknek, ez egy 2-3 hétbe fog telni a mostani véleményünk szerint, de ez egy beszerzési eljárás függvénye, már most is lehet pályázni, aki kijavítja és újra minősítést szerez a játszótereknek, azt kérem, hogy jelentkezzen a pályázatunkra. Ez utóbbi egy gyorsított eljárásnak számít? Egy gyorsított eljárás, hiszen nemzeti közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés, ilyenkor mi mindig 1 hétre szoktuk kihirdetni, és 1 hét a pályázati határidő, tehát van egy regisztrációs szakasz és egy pályázati szakasz. Ha jól tudom, jövő csütörtök lesz a végső határidő, tehát pénteken lehet szerződnünk, 1 hét múlva pénteken. Havasi Katalin, a Fidesz városi elnöke, nem tudom milyen minőségében, de beperelte, és akkor kérdéses, hogy kit, az önkormányzatot, a vásárhelyi valóság valamikori kiadóját, vagy önt személyesen, és ebből lett volna egy per, de a bírónő betegsége miatt elmaradt. Hogy zajlott ez az egész ügy? Miről van szó? Hát először is a Havasi családnak a repülős utazgatása, hogy egy magáncélű kirándulást nem fedezhet az önkormányzat véleményünk szerint. Úgy látom, hogy a Fidesz szerint sem, hiszen amikor a 2018 márciusi átadás átvételnél felfedeztük a repülőjegy számlákat egy 400 000 forintos tétellel az átadás átvétel jegyzőkönyvben, egy sor volt. Utána ez érdekes módon még, amíg ténylegesen a fideszesek dolgoztak a városházán, illetve hát még azok az emberek, az a csapat, akkor ez téves iktatásra hivatkozva eltűnt, ez a 400 000-es számla. Onnan derült ki, hogy miről volt szó, hogy a biztosítási díjat viszont már kifizették, addigra rendezték, és levelezésből kiderült, hogy Havasi Katalin és családja, valamint Árva László és családja utazott volna
ezzel a költséggel Németországba. Amikor mi kértük később, hogy fizessék ki ezeket a költségeket a városnak, ami nem jogosan merült föl, akkor Árva László saját és felesége költségét azonnal fizette. Havasi Katalin viszont, aki több ízben kijelentette ezt megelőzően, hogyha őt felszólítanák, akkor már régen kifizette volna. Amikor felszólítottuk, akkor megtagadta a kifizetését. Erről nem én, hanem a polgármesteri hivatal gyorshírszolgálata, illetve az akkori vásárhelyi valóság számolt be 2019. januárjában. Emiatt indított most pert Havasi Katalin, vagy lehet, hogy ezt már 2 éve indította, de érdekes módon most került csak sor tárgyalásra. Ezt áthelyezték Békés Csabára, gondolom elfogultságokán a Csongrád megyei bíróságok nem merték vállalni. Nem egészen értem egyébként, hogy a tények közlésén mit kifogásol Havasi Katalin, de minden esetre az biztos, hogy engem, mint felelős kiadót perel, tehát nem mint a cikkek szerzőjét, hanem mint a Vásárhelyi Valóság felelős kiadóját. Ilyen értelemben egyértelműen polgármesteri feladataimból adódó kötelezettségem miatt állok perben, mint ahogy eddig mindig, hiszen én 2018-as megválasztásom előtt valamiért sose kellett bíróságra járjak, azóta viszont rendszeresen. Ezek fekete-fehér tények, vitathatatlanok, vagy lehet ezeket a tényeket is vitatni? Ön úgy beszél róluk, mint amik egyértelműek. Én számomra teljesen egyértelműek, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy Krivecki ügyvéd úr mivel fog, vagy Havasi Katalin és családja mit fog kifogásolni ezekből a tényekből. Nekünk mindenről papírunk van, tehát megvan a levelezés, megvannak a költségek, tehát megvan a kiadványa annak a Vásárhelyi Valóságnak, ahol ezt leírtuk, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy vajon milyen kifogásaik vannak. Szó se lehet hivatali útról? Lehetne szó hivatali útról, bár akkor nem tudnám, hogy a Havasi Katalin két gyermeke és a férje mit keresne ott, vagy éppenséggel Árva László és a párja, amikor egyértelműen, hogy mondjam, én úgy látom, hogy kizárólag Fidesz elnöki minőségben mehetett egy ilyen útra 2018-ban Havasi Katalin, hiszen nem volt semmilyen városi funkciója. Én nem tudom elképzelni, hogy ez hivatali út lett volna. Ők se tudták elképzelni, ezért gyorsan eltüntették a számlákat. Orosházán és Pusztaotlakán járt a hétvégén, kampányolt, mindenki Magyarország a mozgalom színeiben. Itt némileg összefüggnek a dolgok, egy megfigyelés köti össze ezt a két esetet, a hétfői pert, meg az előtte lévő hétvégén a kampányolást. Az, hogy Orosházán azt figyelték meg, hogy önök joványbusszal érkeztek kampányolni, Békés Csabán pedig azt fotózta le, ön azt mondja, hogy Krivecki ügyvéd úr, vagy nem tudom, hogy a hivatali autóval érkeztek, Hamvas ügyvéd úr is hivatali autóval érkezett a Békés Csabai tárgyalásra. Joványbuszt kibérelte? A joványbuszt az aktivisták bérelték, és kampányköltségből fizettük, adományból fizettük. Tehát természetesen semmi magán, vagy bocsánat, állami vagy közpénz természetesen ebben nincs. Ez egy üzleti megállapodás volt, meg volt, hogy mennyi forint per kilométert kell fizetni. Emlékeim szerint ez azt hiszem 55 ezer forint plusz áfa volt, ha jól emlékszem, ez a Békés Csabai út. És ezt, Orosházi. Orosházi út, és ezt az oda-vissza utat. Erről a számlát is bemutattam vasárnap a Facebook, esti Facebook bejelentkezésemben. Tehát ez egy kampányköltség volt, mint annyi minden más. Tehát ez egy óriási csúsztatás, mi nem vagyunk a Fidesz. És Békés Csabán pedig miért voltak hivatali autóval, ügyvéd úrral? Hát elmondtam, együtt, hogy amikor engem, mint a városi sajtókiadványoknak a felelős kiadóját perel Havasi Katalin, az természetes, hogy polgármesteri kötelezettségemből adódó feladat, és az az ügyvéd úr, aki teljesen ingyen, tudom, hogy ez teljesen elképzelhetetlen egy fideszes számára, de ő teljesen ingyen képvisel engem Hamvas Ödön, ebben a perben is egyébként, tehát ő természetes, hogy elvittük autóval. A feleségem és a vejem már saját autójukkal jöttek, tanúskodni jött a vejemet, behívták ebbe a perbe érdekes módon, és én visszafele a feleségem autójában utaztam. Hamvas ügyvéd urat a város autója hozta vissza, aki engem vitt, tehát odafele én is a város autójával mentem. Azért nagyon furcsa ez, tehát én még egyszer mondom, hivatalos
munkám során használom a városautóját, magánutamnál a magánautót használjuk. A hivatalos utaknál, mint ez is volt természetesen, az, hogy el tudjuk vinni mondjuk az ügyvédet, aki bennünket képvisel ebben az esetben, az a lehető legtermészetesebb dolog. Az a nagyon furcsa, hogy megint csak Havasi Katalinnak föl kéne tenni azt a kérdést, hogy vajon őt hányszor vitte a hivatal autója, a hivataltól teljesen független, mondjuk éppenséggel peres ügyére, mondjuk Makóra. Ezt a kérdést nagyon szeretném, hogyha ő megválaszolná, és hogy neki mi köze volt akkor a városhoz. Miért kellett volna éppen a városnak őt szállítania? Erre a kérdés legyen, hogy kedves válaszoljon Havasi Katalin, vagy éppen, hogyha már itt tartunk, ugye maga per tárgya is ordít a korrupciótól, hogyha valaki magánútra utazik, akkor ne a város pénzén utazgasson. Én nekem ez a véleményem. Ezen kívül a Krivecki ügyvéd úr szereplése is nagyon furcsa. Ő ugyanis a kórház ügyvédje is egyben. Tehát milyen összefüggés lehet, milyen összefonódás lehet ott, amikor Havasi Katalint, a kórház párt alapon kinevezett igazgatóját, ugye pártitkárként kinevezett igazgatóját, milyen alapon védi éppen a kórház ügyvédje. Meg Lázár János ügyvédje, mert Lázár Jánost is ugyanez a Krivecki ügyvédi védi. Tehát ott is azért föltűnő az, hogy vajon hogyan számolják el Krivecki úrnak a költségeit. Hát csak nem pártitkárként nevezték ki Havasi Katalin. Úgy értem, hogy pártitkár volt, amikor kinevezték kórházigazgató. Most is pártitkár, tehát ő a Fidesz helyi párt elnöke. Tehát azért mondom, hogy ő egy nyilvánvaló politikai rendszerben, egy fideszes pártállamban, ő nem biztos, hogy a tudása alapján kapta a különböző kinevezéseket, hanem könnyen lehet, hogy azért nevezték ki, mert ő a Fidesznek lojális katonája. Ez nyilván ebben a rendszerben sajnálatos módon rendszeresen megtörténik. Itt kórházigazgatókat és iskolaigazgatókat láthatóan és föltűnően politikai, egy adott politikai körből neveznek ki. Úgyhogy ő nem, azt nem tudjuk, hogy miért nevezték ki őt, de hogy mikor kinevezték, akkor pártitkár volt, vagy pártelnök, ez valószínű. A kampány érdekes történeteket hoz magával, ön biztos erről sokat tudna mesélni, de a legutóbbi az hát országos visszhangot kapott. Az RTL-től kezdve a Telexig nagyon sok sajtóorgánum foglalkozott vele, puszta ott lakám, miközben élő Facebook videót adtak éppen dr. Szabó Ervinnel, aki az orosházi körzetben lenne az önök által támogatott jelölt az előválasztáson. Oda lépett önökhöz Simonka György, a térség fideszes országgyűlési képviselője, aki egyébként ugye büntető eljárás alatt áll, és az ügyészség, ha jól emlékszem, 8,5 évet kér rá korrupciós bűncselekmények miatt. Milyen volt az a pezsgő tablettás víz, amivel megkínálta önöket? Hát egyrészt mondom, tényleg valóban szórakoztató volt, ahogy megjelent. Ugye az élő felvétel közben hátulról szépen oda sétált hozzánk, és hűtött szénsavas vizet nyitott föl ott egyből nekünk, és valóban még ő ragaszkodott. Én nem kértem volna a pezsgőtabletát, de ragaszkodott hozzá, hogy ilyen melegben muszáj a kálciumot pótolni. Szóval rendkívül kedves vendéglátónak bizonyult Simonka György, és olyan kedves volt, hogy utána még el is beszélgettünk vele. Igaz, hogy nem volt hajlandó a mondani valóját a kamerák előtt elmondani. Igen, túl sok drót van önön, azt igen. Mondta. Igen, de kérésére levettük a mikrofont, és így már kicsit bőbeszédűbb volt. Nyilvánvalóan én arra bíztattam őt, hogy azt a bizonyos regényt, amit Lázár Jánosról említett, hogy meg tudna írni egy regényt Lázár Jánosnak a múltjáról, a gazdagodásáról, a politikai szerepvállalásáról. Bíztattam, hogy ezt a regényt ezt mindenképpen írja meg. Igen, a nézőknek mondom csak, hogy ugye volt egy szóváltás, vagy nyilatkozatháború Lázár János és Simonka György között. Lázár János azt mondta, hogy Simonka György a bíróságon fejezi be a pályafutását. Erre reagált Simonka azzal, hogy regényt tudna írni. Lázár János inkább hallgasson. Ha valaki, akkor neki hallgatnia kellene, az ő múltjáról legényt lehetne írni, ezt mondta valóban Simonka. És hát aztán ennek néhány fejezetét, ha nem is túl bőven, de utána kifejtette. Mit gondol, ha már itt tartunk, és akkor lezárjuk ezt az orosházi körzetet, ki fog indulni ebben a körzetben a Fidesz oldaláról? Ezt nem tudjuk, mert ugye fölmerült pletykaként, hogy esetleg Lázár János azért építkezik annyira Mezőhegyesen, hogy a Simonka György által valószínűleg megürülő, vagy ő tőle megváló fideszes körzetben akár képviselőjelöltként indulhasson majd 2022-ben. De hát az sem feltétlenül könnyen nyerhető körzet. Persze Simonka György a saját múltjával 42%-ot kapott abban a körzetben, tehát a Fidesz elég gyengén szerepelt. Nyilván egy
jobb hírű jelöltel valószínűleg ennél jobb eredményt is el tudna érni a Fidesz, de hogy Lázár János-e az a jobb hírű jelölt, ebben nem vagyok biztos, meg hát az is kérdés, hogy Lázár János Hódmezővásárhely Makón, ahol eléggé kiépítette már a saját befolyási övezetét, hogy érdemes-e neki máshol indulni, vagy kénytelen lesz itt indulni, vagy esetleg nem indul egyáltalán. Elszámoltatás 2022, az igazság ereje a Nemzet kifosztói ellen címmel rendeztek szerdán egy konferenciát Budapesten, amelyen ön is részt vett. Mi volt ennek a konferenciának a summája? Hát először is azt említeném meg, hogy olyan neves szereplőkkel tudtam én itt együtt beszélgetni, mint Bárándi miniszter úr, aki ugye annak idején igazságügyminiszter volt, vagy Keller László, aki elszámoltatás, illetve közpénzügyi államtitkár volt, ugye még a szocialisták nevezték ki az előző fideszes szabálytalanságoknak a föltárására és kivizsgálására, majd amikor ki akarta vizsgálni ezeket a szabályzatokat, akkor ezért mondatták le. Tehát ugye a szocialista kormányban azért bocsájtották el, mert a fideszes gazemberségeket föl akarta tárni. Ezért elég komoly összefüggésekre enged következtetni. De ott volt Horváth András is, aki már a fideszes kormány idején tárt fel sorozatos visszaéléseket az adóhatóság működésében, illetve itt Hódmezővásárhelyen is nagyon sok ügynek a föltárása hozzá kapcsolódik. Ugye rengeteg korrupciógyanús ügyet mutatott ki Vásárhelyen, és a kukás autóktól a lakás mutyikig. Hihetetlen, hogy mennyi visszaélés volt itt Vásárhelyen is. És ott volt Baranyi Krisztina, aki annak a 9. kerületnek a polgármestere most, és volt ellenzékben még képviselője, ahol a legdurvább parkolási maffia és visszaélések működtek Budapesten. És mi az eredmény? Mi az eredmény hát, ennek a konferenciának? Azt, találtak megoldást arra, hogy hogy lehet elszámoltatni hát, jogállami keretek között? Az első, amiről szólt ez a beszélgetés, hogy muszáj elszámoltatni. Mindannyian egyetértettünk abban, hogy egy kormányváltásnak és rendszerváltásnak csak akkor van értelme, és akkor lehet tartósan megtisztítani az országot a korrupciótól, hogyha van elszámoltatás. Tehát az első dolog az elszámoltatás szükségszerűsége. Ebben mindenki egyetértett. És utána a következő lépésekben, ugye hát egyrészt azokat a reményeket idekezték többen ott lehűteni, hogy a rendszerváltás vagy kormányváltás után napokon belül az összes bűnöző börtönbe kerülhet, nyilvánvaló ilyen nincs. A másik oldal, másik oldali szkeptikusok, azok azt gondolják, hogy mindent annyira tökéletesen lepapíroztak, és törvényekkel, meg önkormányzati testületi határozatokkal alátámasztottak, hogy nem lehet őket számon kérni. Erre Bárándi úr elmondta, hogy természetesen még a testületi döntéseknél is van felelősség. Azok a képviselők, akik egy alapvetően bűncselekményt megszavaztak képviselőként, azok ugyanúgy felelősek a saját akkori döntésükért. Tehát ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy egy ilyen gazemberséget ne lehetne föltárni. A mi célunk az, hogy pártállástól függetlenül, és akik ott voltunk ebben teljesen egyetértünk, pártállástól függetlenül minden korrupciós bűncselekményt, a nemzet vagyonának az ellopását szankcionálni kell. És ezt visszamenőleg meg kell tenni pártállástól függetlenül. Erre az egyik lehetőség egyébként a vagyonelkobzás is, olyan vagyonnál, amiről valaki nem tud számot adni. Ön mostanában a vádalkut is emleget. Ez gyakorlatilag arra vonatkozna, hogy a kis halaknak vádalkut kínálnak, erre, hogy a nagyokat kifogják? Így van pontosan. Mi a főbűnösöket szeretnénk Rács mögött látni. Én azt gondolom, hogy például itt van ifjabb Rabcsák András esete, akit az ügyészség a vádat emelt. Ugye most már a bíróság is nyilatkozott ebben az ügyben. Ők azonban még pénzbírságra sem ítélték, hanem úgynevezett próbára bocsátásra. Tehát bűnösségét kimondva próbára bocsátották. Én azt gondolom, hogy a legjobban ebből, én nem Rabcsák Andrásnak, hiszen egy családapa itt a Vásárhelyen, nem tudjuk, hogy ő miért érezhette magától annyira fontosnak, hogy mondjuk kémszoftvereket kelljen telepítenie mondjuk a város informatikai rendszerébe, és abba behatoljon teljesen szabálytlanul. Ő ezt vitatja változatlanul. Igen, erről most a bíróság, tehát még egyszer mondom, az ügyészség és a bíróság egy állásponton van, ifjabb Rabcsák András egy másik állásponton van. Gondolom lesz jogerősítélet is ebben az esetben. Az ügyész súlyosbításért fellebbezett egyébként, ők legalább pénzbüntetést szeretnének kiszabni, de az én számomra nem ez az igazi kérdés. Az az igazi kérdés, hogy mi motiválta ifjabb Rabcsák Andrást erre, hiszen nem gondolom, hogy ő saját jókedvéből úgy gondolta, hogy neki
meg kell hekkelni az önkormányzat rendszerét. Ezt értsük úgy, hogy kapott-e megbízást? Arra vagyok kíváncsi, hogy ki vette rá erre őt. És az lenne a legfontosabb. Én nekem nem semmi személyes neheztelésem, rossz indulatom, nincsen egy felbrak Csák Andrással szemben, de az a rendszer, ahol ilyenekre rá lehet venni embereket, az a rendszer az velejéig korrupt és romlott. Azt kell megmondani, hogy milyen pártállam az, ahol ilyen bűncselekményekre adnak utasítást embereknek, mert biztos vagyok benne, hogy valakitől ő utasítást kapott. Én igenis azt szeretném, hogy ebben az esetben is a városi lakásvagyonnak a felszámolása, a teljesen szabálytalan, hihetetlen olcsón állon való lakáseladás párt embereknek, ezek mögött ki volt a fölbújtó, ki volt, aki utasítást adott rá, azt kell megbüntetni. Azok az emberek, akiket vádalkuval nyugodtan szabadon lehet engedni ezeket a most is hát nyilvánvaló még pénzbüntetés sem akarnak kiszabni, de azt az információt, azt igenis mondja el, akkor föl lehet menteni, akkor el lehet mondani, rendben van, kisvédeszesként megtévedt, törvénytlenséget követelt el, de ki a főbűnös? A főbűnösöket kell letartóztatni azért, hogy ne legyünk többé következmények nélküli ország, hogy soha többé ne lehessen rávenni gazemberségekre tisztességes embereket, vagy bárkit. Abszurd és szürreális, vagy abszurd, vagy szürreális történetet, hírt kaptunk. Jelenleg is jelzálog van a Kossuth téri WC épületén. Igen. Miért, mióta, hogyan? Hát a városnak szinte a teljes vagyonán jelzálog van. Ugye annak idején azt hiszem, hogy a Varánusz blog énekelte meg Lázár Jánosnak a szakértői polgármesterségét, aki ugye talán 280-90 millió forintos adóssággal vette át a várost, és aztán a 2012-es önkormányzati hitel kiváltásra ez több mint 20 milliárdosra növelte, tehát eladósította. 21 körül 21 milliárdos, a legeladósodottabb, fajlagosan a lakosságra és a legeladósodottabb város volt az országban, Hódmezővásárhely Lázár János polgármestersége alatt. Nos, ezt a szakértői működést kaptuk mi örökül, akkor volt ugyan egy hatalmas hitelkiváltás az állami, az adófizetők pénzén, akkor kimenekítették Vásárhelyt. Azonban mire én polgármester lettem, újabb 10 milliárd forint körüli adóssága volt a városnak. Ugye ez az, amit még Hegedűs úr kampányában letagadtak. Azt mondták, hogy nincs tartozás a városnak. Hát ugye ezt már akkor bizonyítottuk, hogy csak a hiányzó pénzek a számlákon például több milliárdra rúgtak, a belügyminisztériumnak a szabálytlan korábbi gazdálkodás miatt elszámolását azóta is nyögjük és fizetjük vissza, nem beszélve a különböző szolgáltatóknak, vállalkozóknak kifizetetlen számláiról, és a többi. Nos, ebben a környezetben nem csoda, hogy a városnak szinte minden ingatlanán jelzálog volt, még a Kossuth téri volt WC épületén is. Hát az azért vicces, mert mekkora jelzálogot lehet tenni arra az épületre? Ez nagyon jó kérdés, ezt nem tudom, hogy konkrétan azon mennyi volt. Nyilvánvaló, hogy ezek a nagy-nagy hitelek mögött felsorolt sok-sok ingatlan, amin jelzálog volt, ebben ugye az összérték volt a fontos, az egyes tételek külön-külön nem lettek volna elegendőek. Most azonban, és hát eddig ez akadályozta egyébként ennek a WC-nek az elbontását. Én véleményem szerint ez a város egyik csúfsága. Ez az épület a Kossuth téren, mi annak a helyére egy impozánsabb, szebb pavilon jellegű épületet szeretnénk építeni, aminek a tervei már elkészültek. A kivitelezésével viszont arra kellett várjunk, hogy el lehessen bontani az épületet, ahhoz pedig le kellett venni a jelzálogot, ahhoz pedig vissza kellett fizetni ezt a hitelt. És hát most itt szeretném akkor bejelenteni, hogy a jó hír az, hogy a város utolsó deviza hitelétől szabadul meg most a város. Már a szerződést megkötöttük, maga a hitel kiváltása, a forintra átváltása a következő hetekben meg fog történni, remélhetőleg egy héten belül. Nyilvánvalóan ez egy deviza hitelként óriás, ugyanazt, amit a lakosok a saját életükben megtapasztaltak, ezt a város is megtapasztalta. Hazardírozni és devizában eladósítani a várost, kötvényt fölvenni, én úgy gondolom, hogy az hiba volt. Egy óriási hiba volt, még szintén Lázár János nevéhez köthető időszakban, viszont 2007-ben történt hitelről beszélünk most, akkor egy milliárdos hitelt vettek föl. Most egyébként két hitelt is kiváltunk, két egymilliárdos hitelt ugyanebből az időszakból. Ezeket akkor korábbi más hitelek kiváltására, illetve távhő rekonstrukcióra és hasonló munkálatokra vették föl. Tehát az adósságot görgették részben maguk előtt. A két egymilliárdos hitelből az egyiket azt már 2017-ben forintosítottuk, még az elődeim idején. A másik, ezzel mondtam, hogy az utolsó devizehitelünk, annak pedig most fog megtörténni. Egymilliárd volt a kezdőösszeg,
és még mindig 900 millió forintról beszélünk. 2007 óta? 2007 óta szinte csak az árfolyamveszteséget és a kamatokat fizette a város. Az 1 milliárdos hitelből a folyamatos fizetés ellenére 900 millió még mindig fönnáll. Persze sokkal jobban néz ki a dolog, hogyha svájci frankban mondjuk, mert ugye a 6000-6500 körüli svájci frank, vagy bocsánat, 6,5 milliós svájci frankból, most 2,7 millió, igen, tehát a 6,5 millióból 2,7 millió svájci frank van csak hátra. Tehát a svájci frankban látványos a törlesztés. Hát igen, csak lehetett... De forintban... Most satszolok, 250 forint lehetett mondjuk a svájci frank. 152 volt 152. Akkor, és most 332. Igen. Tehát pillanatnyilag 152-ből 332-re ment közben a svájci frank árfolyama. Itt hiába törlesztettünk a 6,5 millióból úgy, hogy már csak 2,7 millió van. Forintban 1 milliárdból még mindig 900 millió fönnáll. Úgyhogy mi most átválta, ki fogjuk fizetni. Az eredeti futamidő szerint ez 2027-ig kerül majd kifizetésre. A másik már forintos hitelnél pedig alacsonyabb kamat miatt váltottunk most. Úgyhogy két hitelt is kiváltunk, és ezzel megszabadulunk város utolsó devizahitelétől, valamint felszabadul a jelzálog jó néhány épületről, így a Kossuth térről is, és ez lehetővé teszi az ottani korábbi mosdónak az elbontását. Hírportálunk a HotPress lehozott egy rendőrségi hírt, miszerint 350-tő kannabisz növényt találtak egy hódmezővásárhelyi tanyán. Egy idős házaspár és egy fiatalember a gyanúsított, és a HotPress-en azt írtuk, hogy politikai szála is lehet ennek az ügynek. Ilyen információkhoz jutottunk. Önnek vannak-e ezzel kapcsolatban információi? Igen, én is hallottam erről, és hát ami külön pikantériája a dolognak, hogy a helyi Fidelitásnak az egyik oszlopos tagja, egyik vezető arca az, aki bűncselekménybe keveredett ebben ez az biztos. Esetben. Ez egészen biztos, igen. És hát sajnálatos az, hogy újabb bizonyíték van arra, hogy a Fidesz egy bűnszervezet. Tehát akkor, amikor Orbán Viktor kijelenti azt, hogy a gyerekektől el a kezekkel, akkor gondoljon arra is, hogyha a Fidesz ifjúsági szervezetének az egyik vezetője az kannabis termel, akkor bizony egy Fidelitas által is támogatott, szponzorált mondjuk stadion rendezvény, az már korán sem annyira ártatlan politikai rendezvény. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy, ennek messze menő következményei kell, hogy legyenek. Végezetül ma sajtótájékoztatót tartott, amin az augusztus 20-ai programokról is szó volt. Mit lehet tudni, milyen mértékű rendezvényt lehet, tudnak tartani a városban augusztus 20-a környékén? Végre azt lehet mondani, hogy az előző év járványhelyzet miatti rendkívül visszafogott, akkor Borfürdő néve megrendezett, a strand területén megrendezett rendezvény volt, hiszen ott kordonnal le tudtuk választani, és a létszámkorlátot meg tudtuk oldani. Mi a reményeink szerint most augusztus 20-án a Borfesztivállal, noha a pénteki ünnepnap miatt itt egy háromnapos rendezvényről van csak szó, ugye az előző időszakban volt már 4 és 5 napos is. Ennek ellenére a költségkerete nem változtat, vagy gyakorlatilag 40 millió forintos költséggel fogjuk megrendezni, ahogy az előző években is ez volt ugye a cél. Lesz tűzijáték, az Opera Gála augusztus 20-án a komoly zene szerelmeseit fogja szórakoztatni, de a könnyű zene rajongók sem maradnak kényeztetés és színvonalas programok nélkül, hiszen a politikai állástól, mint látható, függetlenül Varga Miklós és Bródi János is föl fog lépni itt Hódmezővásárhelyen, továbbá Vadfruttik, vagy a Pop Art zenekar és sok más helyi és országos előadó. Köszönöm szépen, hogy erről is tájékoztatta nézőinket, és ezzel kapcsolatban hadd hívjam fel figyelmüket arra, hogy augusztus 13-án jelenik meg a Vásárhelyi Valóság következő lapszáma, amelyben teljes egészében közöljük majd az augusztus 20-ai programokat, tehát mindenki azon a hétvégén nézze meg a postaládáját, vegye ki a Vásárhelyi Valóságot, és böngészen a programok közül, és válasszon kedvére. Polgármester úrnak köszönöm szépen a beszélgetést, nézőinknek a figyelmet, viszontlátásra.
Yeah.